Folytatjuk tovább a délelőttet, és elérkezett a várva vár téma, mert hogy az ötödik tacskó találkozóról fogunk most beszélgetni a következő negyed órában. Itt van már velem a stúdióban Paluska Péter főszervező, és Árpétervi Csaba, kommunikációs igazgató Gödöllőről. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Össze kell rakni azért egy kicsit a képet, mert a ötödik alkalommal rendezitek meg a tacskó találkozót, de most idén Gödöllő lesz a házigazda. Hogyan esett pont a választás Gödöllőre? Hát mivel jubileumi ez az alkalom, úgy gondoltuk, hogy mindenképp valamilyen illusztris helyen szeretnénk megrendezni, egy gyönyörű helyen, és jött ez a lehetőség Gödöllő önkormányzatától, illetve Csabától, hogy megrendezhetjük a kastély melletti parkban ezt a ötödik tacskó találkozót. Az lett volna a következő kérdésem, hogy akkor hogyan kell ezt elképzelni, hogy a kastély kertjében majd több száz tacskó fog mászkálni, de akkor nem a királyi kastély, hanem mellette lesz majd igen, a találkozó. Igen, ez a kastélyen a szemben lévő alsó parki terület, mert ha azt veszem, akkor mondhatjuk, hogy ez a királyi kastély parkja, mert hát eredetileg ez régen a királyi kastély úgynevezett alsó parkja volt, úgyhogy hát végül is a kastély parkjában van. Gödöllő egyébként kutyabarát város. Gödöllő nagyon kutyabarát város, és azt hiszem ez a szeptember, ez ilyen kutyás hónap, mert hogy pont most volt vasárnap egy ebugatta hétvégénk, most lesz szombaton egy angol-ausztrál pásztor kutyaklub hétvégénk, és akkor utána 22-én pedig hát a tacskók jönnek. Mi a tacskó találkozónak a története? Elevenítsük fel ezt egy kicsit, ugye most ötödik, akkor ez egy ilyen kisebb-nagyobb, de azért jubileum lesz. Mi adta az ötletet, vagy mi volt az alapgondolat, amikor elkezdtétek szervezni a találkozót? Először csak úgy indult, hogy szerettem volna összehozni az ország tacskósait. Akkor a Hajógyári szigeten találkoztunk, akkor ilyen 100-200-an voltunk, és utána úgy láttam, hogy ennek van értelme, hogy folytassuk, és egyre többen jöttek, úgyhogy mindig kicsit próbáltuk fejleszteni azt az egészet, úgyhogy most már elég sokan érdeklődnek iránta, jönnek külföldről is, vidékről is, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Mazsi volt az alapötlet természetesen. Mert hogy te is ugye egy büszke tacskóval élsz együtt, Mazsit mindenkit lenyűgözött már a szerkesztőségünkben, de azért lenyűgöző fajtáról beszélünk, vagy egy különleges fajtáról beszélünk. Mi a tacskóknak a története, vagy ők mennyire népszerűek egyébként Magyarországon? Egyre népszerűbbek. Azt veszük észre, hogy tényleg hogy egyre több tacskó tulajdonos van, és nagyon sokan érdeklődnek tőlem is levélben, telefonon, hogy hol lehet tacsit vásárolni. Mindig azt mondom, hogy ha tud, akkor inkább fogadjon örökbe az egyesületektől. Persze fajta tisztát azt különböző tenyésztőktől is lehet kapni. Hát nagyon akaratosak, az biztos, nagyon barátságosak. Például a Mazsi inkább emberbarát, a kutyákat nem nagyon-nagyon szereti, úgyhogy látod, most is hozzád megy inkább. Igen, pedig nem is hoztam neki kekszet, de azért nyitott, vagy szereti azért a kis fülvakarásokat. Na, egyébként mennyien gyűltök össze a tacskó találkozó alkalmával? Hát ez változó, most van a legnagyobb érdeklődés, úgyhogy várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, még most is. Több százan leszünk, az biztos sokan. Itt Péter beszélt már a fajta mentésről is, és hogy fontos, hogy mondjuk örökbe fogadjanak inkább a gazdik, mint mondjuk vásároljanak kutyát. Azért neked is tapasztalatod van, mert hát te is nagy kutyás vagy, ezt többször elmondtuk már itt az adásban is. Igen, hát azóta mondhatom, hogy azóta még nálunk több kutya van otthon, mert most már nem tudom, tehát már lassan én sem tudom követni, hány kutyánk van, összesen 10, azt hiszem. De ti is befogadtatok például legutóbb. Úgy igen, tehát van nekünk ugye 7 korgink, illetve van egy játszótéri kutyusunk, aztán van most azóta egy írszetter kutyusunk, és van még egy keverék kutyusunk, úgyhogy most már így 10 kutyával éljük az életünket. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom igen azt, hogy fogadjanak örökbe az emberek lehetőség szerint kutyát, hiszen eleve ugye egy fajta tiszta kutyának azért van ára. Lehetőség szerint, hogyha valaki fajta tiszta kutyát szeretne vásárolni, akkor ne úgy kezdje egy tenyésztőnél, hogy de igazából nekem törzskönyv az nem kell, mert akkor úgy gondolja, hogy olcsóbb lesz a kutya. Tehát, hogyha valaki így gondolja, akkor szerintem fogadjon örökbe, mert egy kutya, az kutya, tök mindegy, hogy fajta tiszta vagy nem fajta tiszta. Hát egy élő lényről beszélünk. Abszolút, azért. Családtagról igen. Beszélünk. Nem véletlen van ugye az a mondás, hogy a kutya az ember leghűségesebb barátja, de itt a kedves nézők nem látják most éppen, hogy Mazsi milyen szemekkel néz Péterre, tehát ez tény, ez így van, hogy ők családtagként működnek. Igen. És hát
Amúgy a segítségnyújtás, ha már itt tartunk, akkor az mindig fontos volt a tacskó találkozónak, vagy így nektek, van. És a fajtamentést támogatják. Így van, folyamatosan őket hívjuk, a tacskó fajtamentést, ők adományokat fognak gyűjteni a helyszínen, illetve aki szeretne örökbe fogadni, ők tudnak tanácsot adni ahhoz is, hogy hogyan működik ez a, ennek, hogy van a menete ennek az örökbefogadásnak. Nem arra kell számítani, hogy a helyszínen örökbe lehet már fogadni, azért ez egy hosszabb folyamat, de lehet majd örökbe fogadni is, hogyha valaki szeretne. Lesznek kint egyébként olyan kutyusok, akiket örökbe lehet fogadni? Tehát elhozzák? Igen, hoznak egy néhány kutyust, akiket örökbe lehet majd fogadni, de lesz ott egy nagy album, amiből lehet majd választani is, úgyhogy... Akkor lehet igen. ismerkedni lehet, már esetleg van. A leendő kedvencekkel. Van egy olyan szabály, vagy nem is tudom mi, hogy kék kendőt kell kötni a kutyusoknak a nyakára, de melyik kutyusoknak kell kék kendőt kötni a nyakára? Ez igazából nem szabály. Minden évben van valami célunk a segítségnyújtáson kívül. Tavaly például az állatvédelemre szerettük volna felhívni a figyelmet, előtte pedig piros kendővel az állatkínzás ellen próbáltunk tiltakozni. Idén pedig szintén az állatvédelem, és most lesz ugye, közel van az időpont a állatok világnapjához, és ezért mi kék kendővel szeretnénk ezt megünnepelni. Csaba, ti hogyan vesztek részt majd az eseményen? Nagy tacskó találkozóra el lehet-e menni például a korgikkal, vagy az írszetterrel? Hát biztosan el lehet menni szerintem, meg ki kell jönnie annak, aki szeretne, vagy aki tud. Szerintem nincsen ennek szabálya. Hát a korgi majdnem egy ilyen tacskó méretű kutya, úgyhogy természetesen mi is ott leszünk, és hát várjuk a gödöllőieket, nem csak a gödöllőieket, és szerintem nem csak a kutyásokat, hanem mindenkit, aki szereti a kutyákat, vagy csak szeretné látni a tacskókat, és szeretne minél több kutyával találkozni, azok szerintem jöjjenek el. Családi program is végül is, mert itt lehet ismerkedni, és talán a tacskó az egyik olyan fajta, amitől nem félnek a gyerekek, mert hogy azért elég pici, és ha fölugrik, még akkor sem félelmetes. Igen, szerintem, hát a tacskó azt szerintem az egyik legkedveltebb kutyafajta, mint ahogy Péter is elmondta, és azért mondjuk meg, hogy ugye nem csak a nyugdíjas nagymamáknak a kedvence azért a tacskó, bár ugye ez régen, én emlékszem, nálunk a házban nagyon sokan, főleg a nyugdíjas nénéknek tacskóik voltak, és fontos az is szerintem itt például az, hogy az egészség megőrzése a tacskóknak, mert hogy fontos, hogy ugye nem egy ilyen hot dogot szeretnénk látni, hanem egy tacskónak így kell kinéznie. Igen, mert hogy Mazsi nagyon fit, de hogy marad ilyen fit? Én megdöbbentem, hogy ő is már 6 éves, igen. Ugyanúgy, mint az én vizsrakutyám, ő is azért jó kondiba van, hogy maradhat meg, és hogy nem lesz belőle? Én mindig úgy hívom ezeket a kutyákat, hogy hengerboiler. Hogy nem lesz belőle hengerboiler? Hát, úgy nem lett hengerboiler, hogy nagyon oda kell figyelni kiskorától a táplálkozásra, tehát nem szabad túletetni, az nagyon fontos, mert sokan ott rontják el, hogy mindent adnak neki, nagyon oda kell figyelni, a tacskóknál főleg, mert ugye a gerincük veszélyeztetve van, illetve ugyanez a lépcsőzés, tehát nem szabad lépcsőzniük sem. A mozgás az nagyon fontos, tehát lehet neki nyugodtan futni, sokat sétálni, de a legfontosabb az étkezés. Mennyit sétáltok napközben Mazsival? Mi nagyon sokat. Naponta egy 5-6-szor biztos, hogy lemegyünk, nagyon sokat, órákra. Nagyon szeret és igényeli is a mozgást, úgyhogy ez fontos a gerincének is. Tehát lépcsőzni nem szabad, viszont nagyokat lehet sétálni. Így van. Szeretik a labdát, vagy vannak ilyen kedvenc játékai például Mazsinak? A labdát nagyon szereti, az ősz közelettével pedig nagyon szereti a gesztenyét, tehát az imádja a gesztenyét. Dobálom neki, és ez hozza vissza. Nem szóval veszélyes a gesztenye, mert például az én kutyám szétharapja a gesztenyét, és az viszont a gyomrukra azért elég rossz hatással van. Hát igen, ez nem szabad, hogy megegye, az nem szabad. Ő viszont nem eszi meg, csak játszik vele szerencsére. Nézzünk, még ugorjunk vissza egy kicsit a találkozóra, vagy a találkozó programjára. Lesznek-e sztár fellépők, lesznek-e vendégek? Igen, a Spirit Színház vendégei, művészei lesznek kint, Hegyi Barbara és Perjés János. Jön két énekesnő, aki szintén tacskós, a Blaha Louisiana és a Mary Popkids együttesnek az énekesnője, bocs. Illetve Sőnekkel Laci, jön ő életmód tanácsadó is tacskós, és várjuk Kós Rékát is.
Tehát akkor sztárok is lesznek, és ők mind tacskósok? Igen. Ennyi tacskó szerető híres ember él Magyarországon, nem is gondoltam volna. Igen, ők mind tacsisok. Igen. És azért áruljunk el egy ilyen szakmai háttértitkot, hogy azért ismerősökkel is találkozhatnak majd a Bónum TV nézői, hogyha Gödöllőre látogatnak, mert hogy ki lesz a műsorvezető? Lilla. Szabó Lilla, Lilla kolléganőnk, aki ugye délelőttnek a szerkesztője. De áruljunk el még igen, egy titkot, még egy szakmai jó? titkot. Hát igen, mert hogy egyébként mi itt találkoztunk először. Valóban. Tehát igazából azért van Gödöllőn, mert hogy amikor én egyszer itt voltam, akkor a Péter pont itt volt a Mazsival, úgyhogy pont ez a nagy találkozó. Bónum TV-nek köszönhető, hogy Gödöllő lesz igazából. Úgyhogy mindenképp itt a Bónum TV-hez kapcsolódik ez a találkozó. Hát én remélem, hogy akkor nagyon jó időtök lesz. Nagyon sokan ellátogatnak Gödöllőre a tacskó találkozóra, és tényleg egy vidám délután ígérkezik majd szeptember 22-én, tehát jövő szombaton. Úgyhogy a hajrára akkor jó munkát köszönöm. Kívánunk, és köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Ilyenek a tacskók, és ilyen sokan Mazsi. Szia! Azért egy simogatás még jár.